Feldobtunk egy érmét, és az egyik feléből rabokat, a másik feléből börtönőröket kreáltunk. Tehát a vizsgálatot hasonló, jó érzésű emberekkel kezdtük el. Ez egy véletlenszerű kiválasztás volt. Nem volt semmi különösebb ok arra, ami miatt az egyikből rab lett, a másikból pedig börtönőr. Nem ők választották a szerepüket, mi egyszerűen rájuk osztottuk. És egy olyan helyzet elé állítottuk őket, amelyben rabnak lenni, mint ahogy ez általában van, tehetetlenséget jelent, azt, hogy nincs befolyásuk az életükre. Börtönőrnek lenni pedig azt jelenti, hogy teljes hatalmunk van mások élete fölött, vagyis a raboknak követniük kell a parancsaikat, az arcrándulásaikat. Diákokat bekötött szemmel kihoztuk az igazi börtöncellából, betettük az autónkba, lehoztuk ide az alaksorba, levettük az összes ruhájukat, egy tükör elé állítottuk őket. Így, amikor levettük a kötést a szemükről, láthatták magukat meztelenül, és azt, hogy az őrök megalázzák őket, ami szintén egy olyan folyamat, amely megtörténik a katonaságnál, a börtönökben, és amelyet rituális lealacsonyításnak neveznek. Egy lépés arra, hogy a státuszodat egy szeméről egy számra cseréljék le. Tulajdonképpen egy szeméről majdnem egy állatra. Ezután megkezdődött a kísérlet. Ekkor, ami még fontos, nem adtunk az őröknek semmiféle utasítást arra vonatkozólag, hogy erőszakosak, kegyetlenek, szadisták legyenek, és tulajdonképpen két dolgot mondtunk. Fenn kell tartaniuk a törvényességet és a rendet, nem használhatnak fizikai erőszakot, csak is szimbolikus erőszakot. Ha megérintik a rabot a botjukkal, az annyi, mintha megütötték volna, és ha a rabok megszöknek, a kísérletnek vége. A raboknak viszont nem mondtunk semmit. Az eredetileg két hetesre tervezett kísérletet 6 nap után feladtam. Mivel 6 nap elteltével az őrök többsége szadista módjára viselkedett, élvezetet talált abban, hogy bántja a rabokat, szóban, fizikailag és többféle módon visszaélt velük, sőt, megpróbálta saját szórakoztatására a rabokat egymás közötti szexuális játékokra rávenni. Arra jöttünk rá, hogy azok a fiúk, akiket azért választottunk ki, mert normálisak és egészségesek, amint rabok lettek, érzelmileg összeomlottak, sírtak, ellenőrizhetetlen dűrohamaik voltak, irracionálisan kezdtek el gondolkodni, olyannyira, hogy a második naptól naponta egy rabot el kellett bocsátanunk. Ezért véget vetettem a kísérletnek, mivel ez ellenőrizhetetlenné vált, vagyis én, aki a börtönfelügyelő szerepét láttam el, úgy éreztem, hogy már nem tudom ellenőrizni az őröket, mert ők csak arra vártak, hogy én aludni térek, és a legszörnyűbb dolgokat művelték a rabokkal, és én csak a következő nap látletet. Azok a fiúk, akiket őrszereppel bíztunk meg, kezdtek dominánsak lenni, zsarnokoskodtak, fasiszta, szadista módon viselkedtek, azok a fiúk pedig, akik rabok lettek, először megpróbáltak lázadni, de miután azt leverték, engedelmesek lettek, csak nem az őrök szolgáiként vagy rabszolgáiként viselkedtek, vagy idegösszeroppanást kaptak, amely a menekülés egyik módja volt. A másik érdekes dolog az volt, hogy annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az egy kísérlet volt, azok a fiúk, akik az őrök voltak, kezdték azt hinni, hogy ezek a többiek nem is fiúk, hanem veszélyes személyek, szökést terveznek, és nem lehet megbízni bennük. Sőt, mi több, azt mondták, hogy le kell őket láncolni, hogy leláncolva kell őket a mosdóba vinni. Megpróbálták meggyőzni magukat, hogy nekik miért kell kegyetlennek, szadistának lenniük ezekkel a veszélyes rabok. Ami igazából fontos, az elsősorban az, hogy képesek voltunk elmondani nekik, hogy amire rájöttünk, az a helyzet hatalma, és nem a személyiségük korképe. Hogyan lehet egy emberi lényt elítélni, hogyha csak a helyzet hatalma számít? Hogyan ítélkezhet a társadalom valaki fölött? Látja, úgy gondolom, hogy fontos az, hogy az olyan kutatások, mint az enyém, vagy mint Aronsoné, Milgramé, vagy Luené, arra vannak, hogy megértsük, hogy hogyan képesek jó emberek rosszat tenni.
Hogyan tudsz hétköznapi férfiakat és nőket rávenni arra, hogy gonosz dolgokat műveljenek? Ez egy kísérlet arra, hogy megértsük, hogyan tudtak fiatal németek nácikká, SS katonákká válni, hogyan lehettek felelősek milliók meggyilkolásáért és elgázosításáért. Gondolok arra, hogy nem csak százakat vagy ezreket öltek meg. Hogyan lehetséges egy ilyen átváltozás? Hát ezek a kísérletek csak megpróbálják ezt megérteni, de nem adnak felmentést. Ez nem felmentés. Nem jelenti azt, hogy ha értjük az okát, akkor megbocsátunk.